Volt úgy, hogy nem ismertem korábban, de csapattársam halt meg, volt úgy, hogy jó barátom halt meg. Ne azért emlékezzünk rá szépen, mert hős volt, hanem azért, mert egy remek ember volt. Számomra nagyon fontos, hogy ne egy rekordot akarjak megvalósítani, hanem, hanem konkrét dolgokban legyek szerelmes. Hősök vagy felelőtlen kalandorok? Öncélú kivagyiság vagy a nemzeti sportolói? Ma hegymászásról fogunk beszélgetni, és a vendégem nem más, mint Klein Dávid. Üdvözöllek itt a stúdióban. Üdvözöllek. Köszönöm, hogy eljöttél, és meg kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon szomorú szervezés volt abból a szempontból, hogy fogynak a, a nevek, az elhívható nevek. Egy, a hegymászói társadalom, a hegymászó társadalom gondolom egy nagyon szűk magyarországon, és egy réteg ismer, ismer mindenki mindenkit és mikor elveszhetek valakit, egy barátot veszetek el, vagy, vagy ez csak egy-két esetben van így? Először is szeretnék tisztában rakni valamit a hegymászó sporttal kapcsolatban, hogy a hegy és, és sportmászás egy ilyen katyvasz. Ez egy tevékenységcsokor. Kicsit olyan, mint a korcsójával üzhető tevékenységek, csokra, ami azt jelenti, hogy ebbe beletartozik a teremmászás, a sportmászás, a jégmászás, a nagyfalmászás, és még sorolhatnám a lyukas csokoládé, kerek csokoládé analógiára. Tehát ez egy nagyon sokféle tevékenységet magába ölelő valami. Van valami közös köztünk, a természet szeretete, a mozgás szeretete, a hegyek szeretete, de azért nagyon távol áll mondjuk a teremmászás, az expedíciós hegymászástól. A teremmászást, a sportmászást viszonylag sokan űzik. Tehát én azt gondolom, hogy nincs már olyan olyan fiatal, aki ne próbálta volna, aki legalább egyszer-kétszer a, 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 mű, a, a műfalat, stb. Van. A hegymászás az sokkal több időt igényel, több felkészülést igényel, bonyolultabb a felszereléseket megtanulni, használni, stb. 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 Tehát ez a közösség, ez jóval kisebb Magyarországon, akik a hegymászás, tradicionális hegymászást űzik. Tehát a kérdésedre válaszolva, minden alkalommal, amikor amikor egy egy sportás távozik, amikor meghal, akkor, akkor valószínű, hogy ismerőst veszítünk el, könnyen lehet, hogy barátot. Uh -huh. Amikor ö, ilyenkor ugye rengeteg vád érja ezt a közösséget. Ezt, ezt igazából, tulajdonképpen egyszerre kell talán megküzdeni a közvéleménnyel és a gyászsal is. Ilyenkor melyik a jobb, hogyha begubóztok teljesen, vagy esetleg megpróbáljátok a nagy, nagy érdeművel megértetni, hogy mi történt ilyenkor a hegyen, és talán ez, ez lesz most az egyik fő gerinc ennek a beszélgetésnek, inkább utóbbi, de kíváncsi vagyok, hogy ezt, ezt belsőleg hogy lehet megélni. Kinek mi a jobb? Azt mondja, nekem mi a jobb, azt tudom, én, én, én szeretek elbújni, uh -huh. de ugyanakkor teljesen megértem azt, hogy az emberek kíváncsiak arra, hogy mit miért csinálunk, hogy miről szól ez az egész dolog, hogy válaszokat szeretnének, én a, a balesetek feldolgozásával kapcsolatban van egy megfigyelésem. Én nem sokat, de egy keveset éltem diákként az Egyesült Államokban, és azóta is többször kilátogattam oda, és valamennyire követem az Egyesült Államokban is a, a, a sportnak az alakulását, egy sport alakulását. És azt vettem észre, hogy teljesen másképp reagálnak a balesetekre, mint mondjuk mi. Az Egyesült Államokban, hogyha történik egy baleset, akkor a különösen a szakma, de egyébként a közvélemény is sokkal kevesebb értékítéletet fogalmaz meg, uh -huh. és sokkal több alapos szakmai elemzést e, készít. Ezzel szemben úgy, úgy érzem, hogy mi sokkal érzelem dúsabban reagálunk a balesetekre, és viszonylag kevés a, a házon belüli alapos szakmai elemzés, ami, ami aztán tán elkészül. Mi lehet ennek az oka? Más a magyar ember kapcsolata a természettel? Vagy Na, ezzel a sport világ, vagy ezzel a világgal? Nagyon nem szeretem az általánosításokat, de azt gondolom, hogy tényleg van egy ilyen mentalitásbeli különbség, uh -huh. hogy egy ilyen érzelem, uh, intenzív. Kicsit romantikusabb. Roman, roman, minden, minden, minden pozitív és negatív uh -huh. uh, kicsengésével romantikusabb uh, nemzet vagyunk, és ugyanakkor az Egyesült Államokban nagyon figyelnek arra, hogy, hogy pont a baleset kapcsán ne értéktételeket fogalmaznak meg, ugyanakkor csúnyán szólva kimaxolják azokat a tanulságokat, amiket meg lehet fogalmazni egy-egy baleset után. Ez nekem egy, 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 egy tanúságos megfigyelés, tehát ezzel nem akartam semmit mondani. Persze, persze. Csak ez egy tanúságos megfigyelés számomra. Úgyhogy megértem azt, hogy érdekel téged, hogy érdekli az embereket azt, hogy miért megyünk a nagy hegyek közé, hogy vajon azért megyünk oda, hogy a halálbajszát húzogassuk, vagy azért, mert nem tudom, valamilyen magasztos célt szeretnénk megvalósítani. A, az introdban megfogalmazott egyik leírása se tudnék azonosulni. Tehát nem gondolom azt, hogy hősök vagyunk, nem gondolom azt, hogy ez valamilyen... Pont ezt próbáltam uh, érzékeltetni, amit említettél is, hogy mennyire, két, mennyire polarizált. De azt se gondolom, hogy, 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 ez valamilyen borzalmas orosz rulett játék lenne, amit, amit űzünk. Uh, úgyhogy ja, kíváncsi vagyok arra, hogy mennyit tudunk megfogalmazni majd abból, mennyit tudunk összerakni abból, hogy, mi, ez a hegymászás dolog, és hogy azt nem tudom megmondani, hogy általában a hegymászó miért megy a hegyek közé, mert nincsen általában hegymászó, de talán arról tudok valamennyit mesélni, hogy engem mi mozgat. Téged mi mozgat? Te neked gondolom, nem tudom, hogy nyilván, ha most nincs itt a beszélgetésben, mondjuk hosszú katinka, hogy amikor ő megpróbál egy világcsúcsot, vagy megpróbált egy világcsúcsot megdönteni, vagy élete legjobb eredményét kihozni ott a medencében, akkor az hasonló lehet, amikor ti nekivágtok mondjuk egy csúcstámadásnak, tehát hogy valószínűleg itt a sportolói szemlélet az, ami az, ami az utolsókat, Igen. az utolsó beletett energiákat kihozza, nem? Igen, és csak Azért javítok ki egy kifejezést, egyetlenem a te hibád, hogy hogy érzékeltessem, hogy mennyi ilyen prekoncepció terheli ezt abszolút, a párbeszédet. Én, az én az ő ő például sosem azt hiszem a támadás uh -huh. kifejezést. Tehát nem gondolom, hogy a, meg kell támadni a csúcsot, és ő majd visszalő, és aztán nem tudom, uh, nem, nem hódítjuk meg a csúcsokat. Ez nem egy háború. Utána nem vietem haza. <laughs> uh <-huh. laughs> Hanem azt gondolom, hogy ha, ha nagyon keményen dolgozom, és megfelelően figyelmes, empatikus vagyok, odafigyelek a mászótársamra, odafigyelek a saját belső rezdőre és, és odafigyelek a hegye is. Tehát ha ez a két dolog egyszerre jelen van, a, a keményen akarom, és a figyelmes vagyok, érzékeny vagyok, ez egyszerre jelen van, akkor lehet, hogy megadatik, hogy negyed órát vendégeskedjek majd a, a csúcson, de a vendég attitűdje az markánsan eltér a hódító attitűdjétől. Egy kicsit ebben benne van ez a környezettudatos szemlélet is, hogy a a hódító az lehet, hogy az de hadi anyagokat eldobálja és ott hagyja a hadszintéren, de a vendég nem, nem helyes dolog, hogyha a taknyos kendőjét oda dobja a, a nagyszoba közepére. Tehát nem azért megyünk oda, hogy, hogy meghódítsuk a hegyeket, én biztos, hogy nem azért megyek oda, hogy meghódítsam a hegyeket. És amikor a motivációmra kérdeztél rá, akkor megint csak egy kicsit így tágítanom kell a képet, mert a, a, a hegyi sportmászás és egy, ezenből az expedíciós hegymászás, amiről most beszélgetünk, az egy rendkívül összetett tevékenység önmagában is. És a motivációnak is legalább ilyen sok rétege van. Tehát van egy ilyen kalandozós rétege, uh -huh. nem tudom, hogy a gyerekkori inspiráció, amikor a Kittenberger Kámán bácsi kalandozik itt-ott, amott, és mindenféle ilyen felfedezőnek, kicsit pampalinnek gondolhatom magam, mint annak idején a rajzfilm, hogyha megvan. Igen, igen, igen. Uh, van neki egy ilyen kulturális aspektusa, elmegyek egy távoli országba, ott találkozom érdekes népekkel, beszélgetek velük az életükről. Van Biztos, hogy van egy fizikai rétege a dolognak, képes vagyok-e fizikailag megvalósítani. A hegymászás egy technikai sport is, meg mindenféle más is, úgyhogy kíváncsi vagyok arra is, hogy az összerakósi játékot meg tudom-e oldani meg tudom -e találni a megfelelő útvonalat, vagy a megfelelő eszközöket rendeleme, a megfelelő stratégiát rendeleme a feladathoz. És a legmélyén számomra, másokról nem akarok beszélni, van egy önismereti rétege is a dolognak. ez azt jelenti, hogy, hogy most, hogyha itt lóbálom a jobb kezemet, és gesztikulálok, miközben beszélek, akkor egy kicsit bizalmatlan vagyok magammal kapcsolatban. Lehet, hogy ezt azért csináltam, mert autentikusan tényleg ez jött belőlem, de lehet, hogy egy hatást akartam elérni, mert azt gondoltam, hogy egy podcast beszélgetésben jó, hogyha mozog a jobb kezem. Uh -huh. Nem bízom százalékig saját magamban. Uh -huh. Odafönt ugyanakkor a hegy annyira sarokba szorít, hogy tökéletesen biztos vagyok benne, hogy minden gesztusom, minden rezdülésem az tényleg én vagyok. Uh -huh. És ez egy nem feltétlenül kellemes találkozás önmagammal minden esetben, de minden esetben egy tanúságos és értékes találkozás önmagammal, önmagammal. Úgyhogy a legvégén van egy ilyen önismereti rétege is ennek az egész bulinak számomra. Ugyanakkor talán mégis ez az alapja, nem? Hiszen ott a, a hegy minden manírt lehámoz az emberről. Ott már nem lehet mellé beszélni, ahogy te is mondod, ott, ott tényleg a, a, a csontig hatol a hegy, mire fölenged és ez egy nagyon szép, talán ez egyébként az egyik kulcs annak a filozófiának, amiért nagyon szerettem a veled való interjúkat hallgatni, mert ez az a szemléletbeli különbség, ami, ami talán így az amerikai szakma iránti nép hozzáállásban megjelenik. A, ha már viszont önismeret és ha saját magunkban való bizodalom, én azt vettem észre, hogy ha mondjuk elestem egyszer biciklivel, vagy, vagy elesett egy haverom biciklivel valamilyen úton, akkor utána annyira odafigyelek, hogy ne esek el mondjuk ugyanilyen göröngyös úton, hogy csak azért is belemegy a betonvágatba a kerék. Amikor történik egy, és kicsit visszacsatolva, amikor történik esetleg egy tragédia, akkor amikor azt a karabinert a helyére kattintjátok, hogy valami történik, akkor esetleg az benne van a fejtekben, hogy ezt ő is így csinálta, és én mit ne csináljak úgy, ahogy. Persze, tehát nagyon-nagyon sokat lehet tanulni abból, hogyha ha más hegymászók történeteit olvasom, hogyha valaki leírja mondjuk őszintén azt, hogyha hibázott, vagy hogyha másképp csinált volna valamit, ez egy nagyon-nagyon értékes dolog, és én nagyon nagyra becsülöm azt, amikor egy hegymászó képes megosztani a, a, a saját melléfogásait. De talán követted idén voltunk a, a Kerekes Bencével, euh, Pakisztánban, Észak-nyugat-Pakisztánban, a hindu hegységben, az Istornál nevű hegyet próbáltuk megmászni. Ez egy nagyon izgalmas, nagyon érdekes, nagyon technikás hegy, és érdekes, hogy hogy érkeztünk meg egymás társaságába, Bencével. Bencé egy nálam fiatalabb hegymászó generációnak a jeles képviselője, és euh, annak a jobb kezén nincsenek né négy ujja hiányzik, és egy hegymászóban esetben veszítette el e ezeket az újakat azután kellett amputálni, ez egy alpesi mászás során történt, és előtte is kiváló mászó volt, szerintem a Bence, de a, a balesettől szerintem még sokkal jobb hegymászóvá vált. És az egyik dolog, ami nekem imponált, amikor az ő munkásságát figyeltem, az az, hogy a baleset után nagyon szépen, őszintén, világosan mert kiállni a hegymászó közösség elé, és mert leírni azt, hogy szerintem mit csinált jól, mit csinált rosszul uh -huh. a, a a mászás során, amikor elvesztette négy ujját. Ez minden esetben értékelendő, és minden esetben megsüvegelendő dolog, különösen egy annyira kritikus, és, és esetenként a hibákkal szemben nem megbocsátó hegymászó közegben, mint amilyen a magyar. Uh -huh. Te Tehát maga én, közeg én... is ilyen? Maga a közeg nem megbocsátó? Én azt gondolom, hogy a, 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 a hazai hegymászás sokat fejlődik uh, ilyen tekintetben is, és, és van még hova fejlődnie, hogy... Uh, hogy Egyfelől ne akarjuk romantizálni, romantizálni, heroizálni a, a baleseteket, tehát uh -huh. attól még, mert valaki balesetet szent. Ne azért emlékezzünk rá szépen, mert hős volt, hanem azért, mert egy remek ember volt, mert, mert fantasztikus volt vele együtt túrázni, Hhmm. mert önzetlenül megosztotta a, a, az ivóvizét, amikor, amikor nekem már kevés volt belőle, stb. 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 Azért, aki tényleg volt, és ne azért, aki, akinek láttatni akarjuk, azért, hogy exkluzáljuk a balesetet. Úgyhogy Ja, azt gondolom, hogy, hogy, hogy fejlődik ilyen tekintetben a hegymászó közösség, és szerencsére van valamelyes kapcsolatom a fiatalabb generációval is, és, és, és látom bennük, hogy ők már mások, mint amilyen én vagyok, uh -huh. és látom magamban is, hogy én is egy picit más vagyok, mint amilyen az előző generáció volt, és ez nem egy ezzel nem, nem azt mondom, hogy ők rosszak voltak, és én, én, én hanem hogy fantasztikusak voltak, akik előttem jártak, és nagyon hálás vagyok nekik, és, és, azt gondolom, hogy mi is csináltunk ezt azt, de a következő generáció remélem, hogy mindenből tanul, amit, amit én elszúrtam. Szilárd olyan volt, mint amilyet? Leírtál, hogy jó volt fel együtt túrázni. Az utolsó kortyvizét is megosztotta? Ez egy a leírás, kicsit, egy kicsit ez egy kicsit szilárdról is szólt, persze, igen, igen, igen. Azt tudom, uh, hogy ti régóta ismertétek egymást. Kényszerűen valóban mi nagyjából tíz évig másztunk együtt, 13 tizenháromban ismerkedtünk meg. Uh, Ágy Zoli barátom, aki, ő ős cimborám és, és társam a 98-as első hindukus expedíciónkat már együtt csináltuk Ágy Zolival, és ő, ő volt mindig a csapatban, a környezetemben az ötletember, tehát ő mondta azt, hogy menjünk télen Alaszkába, menjünk, ő, dobta be ezeket az érdekes ötleteket mindig, és ő hívta fel a figyelmet arra, hogy itt van egy fiatal srác, aki ugyanolyan gyönyörű, naív lelkesedéssel ír a hegyekről, amilyen, ahogy te írtál annak idén, amikor elkezdtünk együtt expedíciózni, és ez volt a Szilárd. És aztán viszonylag nehezen ismerkedem kötéltársakkal, hogy 13 és 16 között nagyon sokat másztunk együtt, először itthon elmentünk sziklát mászni, aztán talán magas tátárba jártunk sokszor, és aztán 16-ban mondtuk először, 16-ban volt az Annapurna expedícióm, az egy ilyen 8000-es hegy a 14 es közül, uh -huh. és az Annapurna expedíció után közvetlenül már az alaptáborból felhívtam műholdas telefonon, hogy figyelj, menjünk együtt a K2-re. Tehát lényegében még kim voltam Nepálban, amikor műholdas telefonon már, felhívtam, aha. és aztán 16-tól expedícióztunk együtt 21-ig. Hogy, hogy neki ennek az expedíciónak így egyedül? Szilárd? Uh -huh. Sz nyilván Szilárdtól kéne megkérdezni, és nem fér, hogyha én találgatok. És... Mint barátja kérdezek, hogy mégiscsak sokat másztatok együtt. Mik azok a motivációk, amik az emberek ezt ráveszik? Mert ugye, ha valaki megnézi az Alex Honoldról készült nagy filmet, akkor ott elmesélő hogy a free solo, ugye, amikor nézőknek mondom, hogy amikor kötél, és ugye minden nélkül mászik a, a, a sportoló. Ott ő nagyon jól elmondja a motivációt. Talán hasonló lehet egy 8000-es toxigénpalasz nélkül megmászni egyedül. Tehát az ott szinte egy free solo, igen, ha lehet így hasonlítani. Azt hiszem, hogy megpróbálok így ilyen, így, így ellabírozni a, a, a között, hogy ténylegesen kimondjam, hogy szerintem mi volt Szilárd motivációja, mert ez nem fair, és a között, hogy meséljek arról, hogy engem mi mozgat, és talán ebből összeáll valamilyen kép. Talán, Tehát, mint, mint őt jól ismerő. Mint jól ismerő igen. személy. Uh, de először is egy kicsit ki kell, ki kell tekintenünk arra, hogy hol tart a, a magyar expedíciós hegymászás. És a, ha a magyar hegymászást valóban el kell raknom, így kategorizálnom kell, és ez durva kategorizálás lesz, amit most csinálok, akkor valahol a, a búvlé és csak presztízsből feljutunk csúcsokra jellegű országok, és a, a, a klasszikus alpesi programmal rendelkező országok között vagyunk. És ennek az az oka, hogy Magyarország hagyományos egy hegymászó nemzet volt. A hegymászó szövetségek nemzetközi uniójának a, a megalapításában részt hát vettünk. Elég felmenni Poprád, a, az utolsó csatornafedélen is még magyar felirat, van, a, meg az összes szálló. Magas tátra az Igen. a magyar hegymászás bölcsője, és rengeteg út dicséri a magyar hegymászók kezé, kezének munkáját ott, stb. stb. De a második világháború erősen megakasztotta a, a, a hegymászó programunkat, és a második világháború után ez inkább a, a tűrt, mint a támogatott kategóriába uh -huh. került, és igazából a, az expedíciós hegymászás az nem indult újra egészen 80-as évek végéig. Uh -huh. Tehát volt egy, egy, egy nagyon hosszú kihagyás. És ennek a kihagyásnak az lett az eredménye, egyfelől lemaradtunk, közben mindenféle történt a nagyvilágban ebben a néhány évtizedben, Másfelől az értékek konzerválódtak, tehát amikor újraindult a 80-as években a, a, az expedíciós hegymászás, akkor a nagyvilágban már javában úgy, 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 úgy bontakozott ki a, a kereskedelmi expedíciózás, a 90-es években már már dúlt a kereskedelmi expedíciózás. Nálunk ezek a korai expedíciók, ezek mind nagyon szigorú értékek mentén szerveződtek, volt benne egy kis antik, antik hangulat is, tehát uh -huh. ilyen csapatok szerveződtek, még nem voltak ilyen egyén, nem tudom, micsodák de mindenki palasz nélkül mászott, mindenki szép tiszta stílusban szeretett volna mászni, még akkor is a normál utakon. Uh -huh. És a magyar expedíciós hegymászás a 80-as évek végétől 90-es évek elejétől mostanáig jutott el oda, hogy ezt a Himalája koronája nevű valamit, ezt, ezt lassacskán teljesítjük. Uh -huh. Azért mondjuk hogy lassacskán van néhány elvarratlan szál, 14-8 es létezik a világon, sok-sok meg csillagot akarnék tenni, akkor hozzátenném, hogy egyébként ez is egy kicsit ilyen konvenció, mert a csúcsnak nincsen normális definíciója, hanem két depresszió között egy kiemelkedést, azt csúcsnak hívunk, de hogy mitől lesz valami torony, mellékcsúcs vagy csúcs, mindegy. 14-be uh -huh. állapodtunk meg, 14-8-es van a világon, és ma ott tartunk, hogy valamilyen formában mind a 14-en járt magyar hegymászó. Ami, ami még ilyen hiány, az az, hogy a, a sisapangmának nem a főcsúcsán, hanem igen. az előcsúcsán jártak annak idején, az első magyar megmászók, ami hozzáteszem, hogy sokkal nagyobb teljesítmény, mint hogyha holnap valaki megmászta a sisapangmának a főcsúcsát, hm. mert annak idején 89-ben ez hatalmas dolog volt. Az, uh, az palasz nélkül volt akkor? Az még palasz nélkül, a természetesen. Hm. Igen, igen, palasz nélkül. Uh, a, az Everestnek nincsen még palasz nélküli magyar megmászása, és a, mit tudom én, én még, hogyha így ki akarom kerekíteni a képet, akkor az, az szép lenne, ha valaki tisztelegne a, a hatalmas életművet maga mögött hagyó Zsolt emléke előtt azzal, uh -huh. hogy fölmenne a kancsencönkára és le is jönne onnan. Uh -huh. uh, és természetesen a kis Peti előtt is. Tehát De ezek mo azért mondom, hogy hogy többé-kevésbé a végénél tartunk ennek a történetnek. És uh, hogy a motivációhoz térjek vissza, én azt gondolom, hogy Szilárd, uh, sőt, nem csak gondolom, tudom, hogy hogy őszintén nagyon szerette a hegyeket. És ez, ez nagyon fontos volt számára. Uh, és azt gondolta, hogy most még fel tudom magam szívni annyira, összegyűlt már bennem annyi tudás. Ugye a K2 első magyar megmászása, az egy hatalmas sportteljesítmény volt a részéről. Uh, összegyűlt bennem annyi tudás az, az extrém nagy magasságról, mert más dolog 8000 méteren lenni, és más dolog 8600 méter fölött lenni palasz nélkül. Uh, hogy, hogy most vagy soha. Uh -huh. És bizonyára tudatában volt annak is, hogy ennek egy egy sporttörténeti jelentősége van a hazai hegymászás szempontjából, hogyha az Everestnek a, az első magyar palasz nélküli megmászása megszületik. Tehát ez a, ez a két motiváció munkálhatott uh -huh, benne. Uh -huh. Tudom, hogy hogy kell ezt csinálni, összetom szedni a, a fizikai képességet ahhoz, hogy megvalósítsam ezt a célt. Én személy szerint kötődöm ehhez a hegyhez, beleszerettem ebbe a hegybe, ez számomra nagyon fontos szokott lenni. Uh -huh. Ez egy ilyen önvizsgáló kérdés, hogy tényleg azért megyek el oda. És persze van egy sporttörténeti jelentőség és az első magyar megmászásnak. Én személy szerint mindig felszoktam fel tenni magamnak egy, ugye, sokszor próbálkoztam az Everest Palace nélkül megmászásával, egyszer 8700 méterig jutottam, uh -huh. és a, a többedik próbálkozásnál kialakítottam egy protokolt. Egy önvizsgálati protokollt. Megkérdeztem magamtól, hogy mi lenne, ha kiderülne, hogy az Everest csak a harmadik legmagasabb hegycsúcs, és hogy már három magyar megmászt a palasz nélkül. Hm. És ha a kérdésre a válasz az az, hogy, hogy akkor nem akarnék ugyanennyire elmenni az Everestre, akkor nem is mehetek el az Everestre. Azért, mert számomra nagyon fontos, hogy ne egy rekordot akarjak megvalósítani, ne egy elsőséget akarjak elérni, ne egy, hanem hogy, hogy azokban a konkrét, tehát nem egy absztrakt ilyen. Uh -huh. Hanem, hanem konkrét dolgokba legyek szerelmes. Azokban a formákban, abban az élménycsomagban, amiben részem lesz akkor, amikor azokon a lejtőkön haladok fölfelé, stb. Hm. Stb. stb. Tehát ugye ebbe a konkrét dologba. És ez a konkrét dolog, ez semmit nem változik, hogyha te holnap felmész palaszt nélkül. Ha mégis változtatna valamit az én motivációmon, akkor a motivációm az nem tiszta, akkor, akkor ezt el kell engednem. Hm. Tehát ez, ez számomra, azért mondom, hogy egy kicsit vegyesen beszéltem Szilárdról és magamról. Abszolút, szám, nagyon jó kontextusban szám, Számomra egy, 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 egy nagyon fontos dolog. Ezért is gondolom, hogy, 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 hogy különbség van, nem, a versenysportolókról se szép dolog általánosságban beszélni, de szépen. különbség van a versenysportolók mentalitása, és a mi mentalitásunk, vagy legalábbis az én mentalitásom mm -hmm. között. Én úgy kerültem a hegymászás közelébe annak idején, hogy ilyen... Szerettem a fizikai erőfeszítéseket, szerettem a, a, a testnevelést, de egyrészt nagyon béna voltam a labdával, úgyhogy ez a, a fiúk menjenek ki az udvarra focizni dolog, ami a szocializmusban kb. az alap volt, ezt, ezt, ezt én utáltam, mert nem találtam el azt a hülye labdát. Másrészt valahogy nem éreztem azt, hogy le akarnék győzni valakit a fizikai, fizikai erőfeszítés közben. Tehát, hogy hát, ha vannak olyan sportok, van, van olyan fizikai tevékenység, amiben oda tehetem magam, de mégsem kell másokat legyőzni, vagy, vagy nem tudom, uh -huh. versengeni. Úgyhogy ez, ez egy fontos aspektus a motivációmnak. Azt nagyon jó, hogy említetted, hogy mi az, ami, hogy mi az a protokoll, amin eldöntött, hogy akkor ezt most talán nem, mer. néztem el néhány interjút, és néha szinte, szinte vádló a kérdés, hogy jaj, hát visszafordulsz, vagy nem fordulsz vissza. Én azért örülök neki, hogy visszafordulsz, amikor ez a protokoll kimondja, mert tudunk beszélgetni, és ez azért egy elég, most már ez egy elég komoly dolog. És tehát akkor tulajdonképpen az, hogyha valaki csak gyűjteni megy a csúcsokat, vagy valaki csak első akar lenni, az nem egy helyes hozzáállás? Az veszélyesebb. Félreértés ne esik. Én mások motivációját, mm. azt, azt abszolút nem akarom megítélni. Mm -hmm. Tehát ez mindenkinek a Annyi időt, energiát, stb. tesz, hogy neked kell megtalálni azt, hogy ez számodra, ez egy értelmes tevékenység, ez, 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 ez téged kielégít. De az én motivációm, és, és tudok nagyon csúnyán beszélni a saját motiváció, Ez én egy önző motivációm van. Tehát néha mondják, hogy milyen jó dolog, mert, mert én előadást tartok, a nem tudom, milyen iskolába, és inspiráló, és nem tudom, ista, és nagyon vigyázok arra, hogy hogy az világosá tegyem, hogy én örülök neki, hogyha valakit inspirál az, amit csinálok, vagy hogyha példát mutat, vagy nem tudom is, de tanúságos, de véletlenül se akarom a saját motivációmat ennek a köntösébe burkolni. Tehát én azért megyek oda, mert egy önző csávó vagyok, én szeretnék valami magasztosat átélni, szeretnék magamról megtudni valamit, szeretném kideríteni, hogy fel tudok-e mászni azon a gerincen, uh -huh. szeretném átélni azt, azt az izgalmat és azokat a kétségeket és azokat az örömöket, amiket a hegy adni tud nekem, és aztán ezt mind becsomagolni és hazahozni. Zárójelben mostanában azért hozzáteszem, hogy idővel rájöttem, hogy, hogy, jó dolog, hogyha van egy másik lába is ennek a felépítménynek, és ha itthon is legalább annyira itthon érzem magam, mint odafönt a hegyek között, ahol tagadhatatlanul otthon érzem magam, és hogyha ezeket a minőséget le tudom hozni, és aztán delen csinálni vele valami hasznosat, jobban mosogatni, Jobb partnere lenni a, 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 a társamnak, stb. mit tudom én hajléktalanoknak segíteni, azzal, hogy megpróbálunk házakat s stb. 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 Tehát, ha valami hasznosat is próbálok csinálni ide lent, azokkal a tanulságokkal, amiket átéltem odafönt, akkor az, az az szuper. De a hegymászás tekintetében ez egy önző, énközpontú motiváció, ami, ami, ami bennem mozog. Ez mi volt ez a másik pont? A, vagy ha volt ilyen pont, ami ezt a másik lábat is oda tette, hogy ezt onnan hozzá is haza valamit. Ne csak úgy mond egy, egy ö, talán jobban feltárt Klein Dávidot, hanem hogy valamit visszaadja a közösségnek. Volt erre valami pont, vagy ez? Volt, igen, igen. Elég sok olyan hegymászót láttam. Ugye, az elején utaltál rá, és ezt ki is mondhatom, hogy egy olyan, olyan hegymászó vagyok, akinek viszonylag hosszú listája van, Halott barátokból. Uh -huh. És voltak olyan hegymászók, hozzám közel álló hegymászók, is, távolabbia is, akiket azt láttam az évek során, hogy egyre inkább otthon érzik magukat odafönt, de egyre kevésbé érzik magukat otthon ide lent. Uh -huh. És ezt azért el akartam kerülni. Tehát az most nem mondom ki a címét a, 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 a magazinnak, de most készített egy interjút velem egy magazin, és a mondókából, Pont azt vették ki, hogy, hogy két lábbal állni a Földön, hogy ez, ez elkezdett fontossá válni számomra, uh -huh. hogy ne csak odafönt. Odafön nagyon természetesen vagyok otthon. Tehát Néha megkérdezik, hogy szoktam-e félni odafönt, és mindenféle félelme, meg kétségem van, de közben otthon érzem magam. Odafönt, ami idelent sokszor nem mondható el. Tehát Mikor szoktam szorongani, mondjuk? Nem odafönt szoktam szorongani, hogyha be kell menni az önkormányzathoz, nem tudom, hát papírokat intézni. <laughs> Mindenki nagyon kedves, meg minden, csak uh -huh. nem érzem magam autentikusnak, nem érzem magam otthon. Kicsit úgy érzem magam, mint a gumicsizma az asztalon. Ez az érzésem nincsen meg a hegyek között. És ezen dolgozni próbálok, hogy ne csak odafönt legyek otthon az természetesen jön, hanem ide lent is. Uh, említetted egy, egy interjúban, hogy közönyös vagy odafönt a halállal szemben. Hmm. És uh, erről mesélj egy kicsit, mert volt egy expedíció, ahol ugye, ahol ugye csak te jöttél le végül, és ugye Várkonyi László uh, sajnos nem. Közönyös lehet maradni, vagy, vagy ott, ott, mi hozott le végül a hegyről? Igen, téged? ez, ez... Na, nagyon érdemes kontextusba helyezni. Tehát a, a, a kérdés, amire utalsz az arra vonatkozott egy, egy másik interjúban, hogy mennyire megrázó, amikor odafönt mondjuk egy holtesttel találkozol. Uh -huh. Különösen az Everest esetében ezt, ezt sokszor citálják, ezt a, igen. Ezt a tényt. Hát hogy, az hogy, bakancsos hogy, irányjelző hogy, hogy, mászó, Igen. 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 Uh, és akkor azt mondtam, hogy, hogy a, az az érdekes, vagy Rossz hír, hogy mindenhez oxigénre van szükség, és persze nyilván az, 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 az evidens, hogy a mozgáshoz, a fűtéshez mi azért fázunk, ez egy érdekes dolog, mi azért fázunk, mert nincsen elég oxigén körülöttünk, nem azért, uh -huh. mert hideg van. Uh -huh. a, a gondolkozáshoz, stb. stb. De még az érzelmekhez is oxigénre lenne szükség. Tehát az egy ilyen, idézi luxus cikk a megrendülés vagy a részvét. És hogyha megvonod az oxigént a szervezettől, akkor nagyon re, nehezen reagálsz olyan érzelemdúsan a, a, a környezetedre, mint ahogy ide-lent reagálnál uh -huh. a környezetedre. Kicsit tompa vagy. Tompa vagy kognitív értelemben is, tompa vagy érzelmileg is. És uh, amire utaltam ezzel a megjegyzéssel, az az, hogy hogy természetesen mindig, mindig egy pillanatra azért megállok, hogyha holtestet látok. Képzeletben, fejet hajtok. Uh -huh. Gondolok arra, hogy most egy, 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 egy mellett, egy embertársam mellett fogok elhaladni. De azt a, azt a fajta részvételt, amit elvárnék magamtól tenger szinten, azt nem tudom átélni odafönt. Uh -huh. Ez igaz. Ez igaz. Ezt jelenti az, hogy, hogy, hogy bizonyos értelemben közömbös vagyok odafönt a halállal szemben. Uh -huh. És ö, amit mondtál, hogy ö, hogy itthon ugye nagyon megváltozik az ember. Vagy hogy, vagy hogy vannak olyan mások, akik elveszítik kicsit a kettő között a kapcsolatot. nem azért, hogy beszélj az ő nevükben. Ők olyankor menekülnek talán a hegyre, és, ezt, és te úgy tudatosan építetted fel, hogy neked onnan itthon is van egy életed, és itthon is állj két lábbal, míg mások mondjuk oda felmenekülnek? Biztos, nagyon sokféle motiváció létezik, és persze figyelem azért a, a többieket, és amennyire egy másik ember motivációját meg tud ítélni, uh -huh. egyáltalán amennyire egy másik embert meg tudsz ítélni, gondolkozom róla töprengek ezekről a kérdésekről, látom, hogy van, akit, van aki valamilyen magasztos célért mászik, uh -huh. nagyon sokszor nagyon pozitív kicsengésű célokról van szó, ami nem a hegymászás, van, aki... Van, aki tényleg hajt az elsőség bizonyára, stb. stb. És biztos van, aki, aki elmenekül itthonról, aki azt mondja, hogy ott minden olyan egyszerű, lehet, hogy nehéz, de egyszerű, és ide lent pedig minden olyan bonyolult. És át tudom érezni ezt a motivációt, csak azt gondolom, hogy hosszú távon talán nem kifizetődő, hogyha ha, ha, mind, ha nem maradhatunk odafönt folyamatosan, már még nem maradhatunk odafönt folyamatosan, ez tény, látogatók vagyunk odafönt, ak akkor, akkor ildomos idejent is képíteni valamilyen olyan érzelmi hátteret, olyan olyan világot, olyan, hátorzá, olyan világot, olyan célokat találni, stb. stb. stb., amit aztán persze energiával láthat el az, amit odafönt találunk. Amikor visszajössz, és azért ott fent természetesen tragédiák sorát láthatod. Például csak egy Everest mászásnál. Hm. Akkor ez igazából egy, egy ugyanilyen PTSD, ami, ami hazajössz, vagy olyankor rátszakad az a fajta, ö, hogy mondjam, eltemetett érzelmek, amiket a hegyen nem tudsz úgy megélni. Tehát amikor lejössz, akkor úristen, mit láttam, az milyen veszélyes szituáció volt, ezek utána utalérnek, vagy ez csak ott van a hegyen, és ott is marad? Igen, szerintem amikor beszélhetünk ilyen erős érzelmi sok élményről, az mégiscsak az, amikor, amikor valamilyen személyes veszteség ér. Uh -huh. Különböző távolságban lehetnek ezek a személyes veszteségek. Volt úgy, hogy nem ismertem korábban, de csapattársam halt meg, volt úgy, hogy jó barátom halt meg. Tehát ezért mondom, hogy különböző uh -huh. relációban lehetek azzal a személlyel, aki, aki, aki meghal. És nincsen receptúra a feldolgozásra, tehát hogy mikor, mit kéne érezni. Ez egy teljes, teljes katyvasz, amit ilyenkor érzel. Uh -huh. Emlékszem, hogy mennyire lelkiismert fordulásom volt, amikor a 10 amikor a Várkonyi László konyi barátom életét vesztette, uh -huh. akkor a, a hegyen még úgy nagyon együtt voltam vele érzelmileg. És, és a tibeti fenség nagyon alkalmas arra, hogy, hogy benne legyél ebbe a, a, a kietlen zord érzésbe, mert maga a tibeti fenség is kietlen és zord, és gyönyörű szépe mellett. És aztán utána elkezdesz süllyedni lefelé uh -huh. a, a, egy mélyen bemetszett rendszerbe, elkezdesz süllyedni Nepál felé, és hirtelen megtelik minden oxigénnel, és páradús lesz, és, és, és minden élettel teli, és emlékszem, hogy így megkordult a gyomrom, mert éhes voltam, és ilyen nagyon zavarbejtő érzés volt, mert lelkismert furdást éreztem azért, mert ilyen í, í, így nagyon kívánom hirtelen az ételt, mert éhes vagyok. Tehát ez a fajta elválás ez, ez egy hosszú folyamat és uh -huh. egy bonyolult folyamat, és nincsen rá jó recept. Elfogadónak kell lenned önmagaddal, elfogadónak, jó, hogyha a környezeted elfogadó veled szemben, mert ki tudja, hogy mikor fogsz felnevetni, vagy mikor fogsz, nem tudom, később, amikor, amikor Konyinak a, a ez, ez, már az ősz, őszi szezonban volt, tavasszal történt a baleset, amikor a felszereléseit pakoláztuk Katmanduban, uh -huh. és ő nagyon-nagyon szeretett barkácsolni, egy, egy, egy igazi nagy tudású mérnök ember volt, és mindenféle ilyen furcsa dolgot készített, készített egy gamovzsákot teherautópontjából, ez egy ilyen nyomás uh -huh. kamra, ami egyébként őrült drága lenne, stb. 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 És ez meg mindenféle ilyen szerelékből össze Összebarkácsolta, és amikor ezeket a dolgokat így elővettük az Ágy Zoli barátommal, mert éppen ott együtt jártunk Nepálban, illetve Tibetben, Zolival, akkor emlékszem, hogy elkezdtünk így mosolyogni, és így jó volt beszélgetni Konyiról, és akkor azt jelentem, hogy hm, most megindult valami a, a feldolgozás folyamatában. Most uh -huh. ez egy fontos fázis. Úgy visszaemlékezni rá, hogy, hú, ezt is ő építette, meg azt is ő csinálta, meg nem tudom. Ez egy, ez egy nagyon szép. Talán így, így lehet a legközelebb kerülni a, a, feldolgozáshoz. És ö, említetted a hátországot. A maximum vágunk, hogyha, ha nem szeretné róla beszélni, de a de a feleség kérdés körére azért azért csak egy kicsit nem mert talán még a legutóbbi interjút, amit hallgattam veled, de lehet, hogy én, nekem került el a figyelmet, ott, ott még nem volt a feleséged a... a ha jól számolom, valóban a legutóbb. Igen, tán, igen. Tán még, ö, igen és, ö, Máshogy állsz a hegyhez, mert ugye például a már említett Alex Honold, ő, ő már nem annyit friszólózik. Ő már azért, ha jól tudom, ott már gyerek is van. Ő azért már inkább most már kötélen mászik. Nagyon ritkán van, hogy egy-egy sziklafalat még mindenféle biztosítás nélkül megy és egyedül. Megváltoztat ez, ez bármit? Mert azért nem hogy azért, azért csak van egy önző motivációja a dolognak. Vagy egyszerűen ezt el kell fogadnia. Tehát egy kicsit a, a hegymászó feleségekről... Ö, Szeretnének kérdezni? Először is a hegymászó feleség kifejezést, ezt kicsit ilyen faszilált érzem, mert úgy állítja be őket, mint hogyha ők kevésbé lennének hegymászók, ha mondjuk ők hegymászók. Tehát az én feleségem, aki egyébként viszonylag és házas vagyok, egy pár hónapos házas vagyok. Vicces volt, mert hindukus expedíció előtt közvetlenül házasodtunk össze, és aztán mindenki kérdezte hogy nászút, és két héttel a házasság után elmentem Pakisztánba, mondtam, hogy ez szuper csak a feleségemet elfelejtettem el de majd bepótoljuk szóval hogy ő például ugyanúgy mászó mint én, uh -huh. a, a hegyi sportmászásnak elég sok válfaját űzi a sportmászástól kezdve a tradmászásig ami a saját közteses mászás, meg az alpinmászásig, meg a jégmászásig expedíciózni pont nem expedíciózik de mondjuk sziklán azért jobban mászik, mint én uh -huh. és egyáltalán nem úgy van hogy én viszem föl a kötelet és ő pedig ott jön lenn, hanem hogy megállunk a sziklafal aljában egy kavicsot valamelyikünk a, a kezébe vesz, sorsolunk, és az lesz a, az mász az első hosszot elől, elől, aki a kavicsot hmm. eltalálja. Tehát, hogy ez nem egy mászó feleség, hanem ő egy mászó, aki egyébként uh -huh. a feleségem. Uh, ja. Tehát ezt, 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 ezt szeretem így, így, így tisztába tenni, mert abszolút. különben úgy hangzik, mintha valamilyen oka lenne annak, hogy több férfi mászik, mint nő. És van egyébként oka, de ez főleg társadalmi oka van, nem? nem. Társadalmi oka ja, lenne, Vagy abszolút fizikai abszolút, esetleg? A, mert... a, a fésülgetős pónikra lehet visszavezetni valószínűleg. Igen, Na, erre kíváncsi vagyok. Uh, semmi oka nincsen annak, hogy az expedíciós hegymászásban például alul reprezentáltak a, a nők ezen kívül, tehát a társadalmi okokon kívül, mert egyébként a a legtöbb orvosi kutatás szerint az aklimatizációs képesség, tehát az a képesség, hogy a kevés oxigénre vörös termelésre reagáljunk, az jobb a nőkben, mint a férfiakban. Az azért, hogy mondjuk a vázizom szerkezetünk az erősebb, mint a nőki, az, az, az ilyen szempontból butaság, mert nem viszünk nagy súlyokat. Tehát annyira a keringés és a légzés a szűk keresztmetszet nagy magasságban, hogy a, a, az alpesi hegymászáshoz képest az általunk megmozgatott súlyok, expedíciós uh -huh. hegymászásban az általunk megmozgatott súlyok az elenyészőek. A csúcsmászás napján konkrétan nincsen rajtam hátizsák, uh -huh. mert mindent be tudok szuszakolni a pihelyöltözéken. Tehát a, ha az okokat keressük, akkor azt leginkább társadalmi okok között kell uh -huh. keresnünk, amikor azt, azt veszük észre, hogy kevesebb, jóval kevesebb nő mászik, mondjuk expedíciós mászóként, mint férfi. De minden, egy kicsit elkanyarodtunk, de szerintem egy érdekes kérdés, Abszol hogy, abszolút, érdekes abszolút. kérdés hogy, hogy, miért automatikusan hegymászó feleségekről beszélünk, és miért nem mondjuk hegymászó férjekről, vagy mert én egy hegymászó férj vagyok, egy férj vagyok, akinek a felesége, egy hegymászó. Hát és A médiában is így jelenik meg sajnos, Tehát, amikor Erős Zsolt vagy éppen a Szilárdnak a, a felesége nyilatkozik, akkor ott egyből az van, hogy a hegymászó feleségek. És, és szerintem erről érdemes gondolkozni és érdemes, érdemes reflektálni uh -huh. egy kicsit, mert ahogy beszélünk ezekről a tevékenységekről, az, az visszahat arra, hogy aztán később visszanyúlunk ezekhez a tevékenységekhez. Tehát a hegymászó feleségekről beszélünk, hogyha csúcs, csúcs a hódításról beszélünk, uh -huh. meg megtámadjuk a csúcsokat, meg nem tudom micsoda. Ak akkor egy kicsit ilyen is lesz az attitűdünk, aztán. Uh -huh. De a, a társ kérdés ettől függetlenül fontos, és az volt az eredeti kérdésed, hogy, hogy, hogy változott-e bennem valami attól, hogy megházasodtam, és egyébként nem, nem, nem változott bennem <laughs> különösebben semmi. ami amivel dolgozom, az az öregedés folyamata. Uh -huh. é, viszonylag Korán kezdtem el mászni. Mai szemmel nézve nem lenne korai. 13, 12-13 éves voltam, amikor elkezdtem sziklát mászni, uh -huh. és ma már bármelyik mászóteremben, hogyha elmész, akkor találsz sok tucat, tíz, éve, iskolás, tíz éves, na, aki valószínűleg egyébként jobban mászik sziklán, vagy legalábbis műfalon, uh -huh. mint én. Uh, de annak idején nem léteztek a, a 80-as években, amikor én kezdtem a szocializmusban, nem léteztek műfalak, és természetes sziklán kezdeni, különösen nem nittelt természetes sziklán kezdeni, és a hazai mászóhelyek azok még nem voltak kinyittelve, nem voltak furt eszközök a falakban. Uh -huh. Helyenként voltak ilyen nagy, ilyen bivaj, bivaj kötöző karók eh, behelyezve, meg voltak biztosító biztosítópontok azért behelyezve Aha. a falba, de nem olyan sűrű, mint, mint manapság, és semmiképpen nem nevezném őket teljes mértékben itt mászóiskolának, mászóiskolának, amiket a 80-as években láttál. És és így nehezebb volt elkezdeni, éve, viszonylag ritkaság uh -huh. volt, hogy 10 hogy évesen kezdesz, 12 évesen kezdesz. És ahhoz képest sokféle időszakot átéltem, és én magam is változom. És amivel most dolgozom, az az, hogy, hogy, hogy milyen szép dolog ez a hegymászás, hogy minden újabb életkori ciklusomban, ilyetkori szakaszomban meg tudom találni azt, hogy most mit jelent számomra, vagy most mit tanít számomra, vagy most mit, mit ad nekem. És hogy ezt, ezt lehet űzni egészen add, add, addig, amíg végül ilyen totyogó idős bácsi leszek, és a, a, a csúcsmászó köröm az az lesz, hogy a, a vízesés mellett ott a lépcsőn feltotyogok a gelgellért hegye. De valóban ezzel foglalkozom, hogy, hogy, hogy hogyan alakulok át, ahogy, ahogy öregszem. Mi változott a 13 éves... Vagy mi, mi motivált, amikor 13 évesen, 12-13 évesen mentél az első falakra, és hogy változott ez át szépen oda, hogy most már egy ennyire érett gondolkodással mész a hegyre? Ja. Mik voltak talán azok a lépcsőfokok, ha voltak lépcsőfokok? Igazából akkor se a, a megyek én is terembe, meg szoktam sziklátmászni, sportmászni, stb. stb. stb., de egyáltalán nem vagyok se ambíciózus, se kitartó, se tehetséges, Ezekben a műfajokban, és már amikor elkezdtem mászni, tizenévesen, már akkor is a kis 10-20-25 méteres magyarországi sziklamászó helyek fölé hatalmas hegyeket képzeltem. És Aha. a magas tátra volt a, 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 a mindenem, és ezeket a lengyel hegymászó hősöket olvasgattam, és, és nagyon szerettem, hogy jeges a szakálluk és küzdenek föl a hegyeken. Tehát ez a fajta ilyen markáns, kalandos, romantikus, a romantikának a Tom Sawyer értelmében romantikus Igen. Uh, hegymászás, ez az, ami vonzott, és ez, ez megmaradt ma is. Ma is szeretem a, az igazi kalandot megtalálni a hegymászásban, a bajtársiasságot, a felelősséget, a társadalmi felelősséget, az önmagam, önmagam döntései iránti felelősséget, ennek a kettőségét, ezzel játszani uh, a természettel való találkozást, uh -huh. és ez nem mindig ilyen lágy találkozás, ez néha nagyon kemény találkozás. Uh, ami változott, nyilván volt egy csúcsa mondjuk a keringésemnek, légzésemnek, számomnak, de vannak ilyen nagyon tényszerű dolgok egy mászásban. Uh -huh. uh, és most már sokkal jobb stratégiákkal mozgok a hegyek között, mint annak idején. Sokkal okosabb vagyok. De azért tény, hogy egy picit lejjebb jött a max-pózusom, és egy picit följebb jött a minimum-pózusom, uh -huh. és valószínűleg, mit tudom én, változik a terhelhetőségem. Ez egyáltalán nem nem vészes egyelőre, még azért azt gondolom, hogy van pár jó évem, de érdekes ezt a folyamatot figyelni, és érdekes volt ebbe ebbe belehelyezkedni, egy kicsit ágálni ellene, és aztán megtalálni benne a helyemet. Uh -huh. ez, ez úgy, meg neked mikor indult el? Vagy hogy vetted észre, hogy hoppá most már nem bírok annyi utcát fölvinni, vagy nem, nem ugyanaz a pulzus számom mondjuk 7-8 ezer méteren, mint amennyit megszoktál, vagy Ér, Ja, a fizikailag legjobb teljes képességemet az 14-re tudtam összeszedni 2014-re. Hm. És érdekes módon két nagyon szép expedíción következett 14 után. 14 is egy jó pofa próbálkozás volt, nyilván elemezhetnénk, hogy. Hogy nem tudom, megbántam hogy visszafordultam 8700 méteren 10 óra 30 perckor, hm. uh, vagy sem, és jó volt, hogy visszafordultam, vagy kicsit jó volt, kicsit rossz volt, sr. de ezzel lehetne foglalkozni. Az biztos, hogy egy nagyon érdekes expedíció volt. Jól oda tettem magam, és végül palasz nélkül 8700 okay. méterig jutottam. Uh, és a rákövetkezendő két évben egyáltalán nem edzettem annyit, mint amennyi 14-e készültem, de a 14-es hullámon tovább csúszva, utána 15-ben csináltam a és 16-ban csináltam az pornát uh -huh. Tehát ezek érdekes évek voltak. Hmm. Uh, és aztán emlékszem, hogy 17 után kezdtem el először gondolkozni azon, hogy hogy mi változik bennem, vagy hogy, hogy kell átalakítani mondjuk az edzés munkámat ahhoz, hogy kevesebbet sérüljek. Uh, nem kevesebbet edzeni, hanem, hanem másképp mi, hogy mennyi, mennyivel jobban, oda, felfigyeltem rá, mennyivel oda, jobban oda kell figyelni a prehab időszakra, az előkészítő időszakra, uh -huh. mennyivel többet kell nyújtanom, mennyivel többet kell. Szóval így elkezdtem foglalkozni, tudatosan foglalkozni ezzel a kérdéssel. És ha a, egy ilyen 8000-esre a felkészülés, Ugye mondhat, hogy a 14-es hullámon lovagolva azért még ott volt egy-két, sőt, hát még azért valószínűleg lesz is, meg idén is azt azért volt egy jó életek. Hogy lehet fölkészülni, és azt utána föntartani azt az állapotot? És itt kicsit ugye mondta arra is utalnék, hogy a mész iskolákba is beszélni a srácokkal, hogy nekik. Nekik mit szoktál mondani? Gondolom, sokszor ért már a kérdés, hogy hát hogy jutok én el oda, hogy a kékes, aztán mondjuk egy alpok vagy magas tátra, aztán utána valahogy egy 8000-ese. Ennek mi a, mi a, fizikai része? És a mentálisról szerintem a nagyon sokat beszéltünk. Itt most talán, talán, az a legfontosabb, hogy kell hozzá, kell rá születni, vagy, vagy, ez, vagy bárki föl, tudja, föl tud oda kerülni, hogy ezt bírja. Vagy születni kell arra, hogy te jól viseld mondjuk a 3 7 8000 ezer fölötti magasságokat. Igen. Nagyon örülök, hogy egy kicsit így szétszettük a, a, a felkészülést, és én is valóban háromféle felkészülést szoktam elkülöníteni, a fizikait, a mentális és a stratégiait. A mentális és a stratégiait azért érdemes elkülöníteni, mert bár mind a kettő fejben történik, de az egyik az nagyon más, mint a másik. A stratégia az mégiscsak arról szól, hogy gyakorlati megoldásokat rendelek a problémához, és a mentális arról szól, hogy készen állok-e erre a feladatra, hogy amikor ránézek a hegyre, akkor az egy ilyen készenlétet készen érzek -e. Tehát Ombanban. mondjuk, bocsánat, hogy szóval csak, hogy jobban értsük, hogy a stratégiainál mondjuk nézitek a hegynek egy adott szakaszát, vagy egy falat, és akkor na, ezen így fogunk fölmenni. Hány akklimatizációs kört fogok megvalósítani, uh -huh. mit fog enni, uh -huh. hány kalóriát viszek be, uh, milyen eszközöket használok. So, ez ez, ez mind egy ez, ez stratégiai döntések. Fejben zajlik, ugyanúgy, uh -huh. mint a mentális felkészülés, de a mentális felkészülés, az ilyen készen állok -e erre. Uh, Emlékszem, hogy 15-ben gondolkoztam, mert hogy az annapurnára megyek, de nem, nem éreztem azt, hogy készen állok rá, nem éreztem azt, hogy hogy, hogy el tudnám még fogadni ezt a kihívást. 16-ban mentem végül. Ez is egy szép szó, uh, hogy el tudod fogadni a kihívást. Igen, 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 hogy ez, ez, ez az enyém lenne. Uh -huh. uh, és nagyon örülök, hogy a fizikaira kitértünk, mert sokszor mondnak ilyen szép dolgokat, nem akarom az újságírókat. Bántani, de néha jó újságíró, hogy minden fejben dől el, és, de azért ez, ez valaki, akinek meg kell lennie a spenótot, és elég sok időt kell eltölteni azzal, hogy felkészüljön fizikailag, az, az néha így felszíszíne erre. Tehát nem ez egy fizikai sport is. Egy nagyon izgalmas, egy vagy nyugat, vagy nyugat a fizikai sportok világában, olyan értelemben, hogy a többi fizikai sport, a hegymászáshoz képest jóval, jóval alaposabban kutatott, uh -huh. hogy kell felkészülni, milyen a megfelelő testalkat, milyen a megfelelő táplálkozás, a, a, egyáltalán milyen terhelés, ezt tudom hasonlítani. Ez egy sokkal alaposabb. Nyilván a hegymászás uh, világában is születtek, az expedíciós hegymászás világában is születtek kutatások, de könnyű belátni, hogy mennyivel nehezebb dolga van a kutatónak. Uh, és azt is, hogy, 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 mennyivel kisebb a motiváció, hiszen nem versenysportról van szó, uh -huh. ha egyáltalán sportnak nevezhetjük. Én azt szoktam mondani, hogy egy sporttevékenységre épülő komplex tevékenység valami. Pontosabb. Tehát mm, barátom egyébként szintén viszonylag sokat foglalkozott ezzel. Ha jól emlékszem, akkor valami ilyesmi volt ilyesmivel a PHD témája, hogy ilyen magas egy aklimatizációs képesség sejtszinten, de nem akarok hülyeségeket mondani, az biztos, hogy minden expedíciós hegymászó rettegett tőle, mert hogyha meghallotta, hogy valaki nagy hegyen megy, akkor azonnal a biopsziát akart végezni a combján, és ez úgy adta el, hogy ez olyasmi mint egy injekció, ami egyáltalán nem igaz, mert egy ilyen krómcsövet tuszmákolt bele az embernek a combjába, és akkor onnan kiszedett egy kis szövet mintát. Na mindegy. Uh, a, Te bevállaltad? Igen, 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 megjön. Persze, az ágyzoli megkér valamire, akkor persze, persze hogy megyek. Uh, igen. A fizikai felkészülésnél az érdekes az, az hogy, 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 nagyon so, nem, nem, világos, hogy milyen jellegű a terhelés. Uh -huh. Tehát sokban hasonlít, hogyha kívülről nézem mondjuk a hosszú távfutáshoz, az expedíciós hegymászás, hiszen hosszú időn keresztül egyenletes nem oxigén -sággal uh -huh. veszélyeztető tevékenységet fogsz végezni, cam, cammogsz fölfelé a hegyen de ez csak a látszat. Egy bizonyos magasságig valószínűleg tudsz ilyen jellegű terheléssel haladni, egy bizonyos magasság fölött akármit csinálsz, van, aki 7500 méter, van, aki 8000 méter, akármit csinálsz, meg fog szaladni a pózusod, és aztán utána új, újból össze kell szedned magad. Tehát intervallterheléseket kapsz. Tehát olyan, mint egy hosszú távfutót és egy, nem tudom, Sprinter sprintert, egy uh -huh. boxolót, vagy nem tudom mi, ki, váratlan Terhelésekkel kell reagálnia, összekéne gyúrnod. Hmm. Ami eleve furcsa. Tehát kell, kell hogy legyen egy, egy hosszú távon terhelhetőségi alapod. Jó, hogyha a max púlusodnak egy bizonyos százalékával, ki mit mond, 73 százalékával, eh, hosszú időn keresztül tudsz viszonylag nagy munkát végezni. Hmm. A, a munkámban a, a hangsúly. E, mert akkor ugye zsírból bármeddig el menni a holder meg vissza, nyilván egy idő után lekopik a lábam, meg mindenféle bajom lesz, elalszom, de egyébként ilyen energetikai szempontból ez, ez, működne hosszú távon. De az is jó, hogyha utána, amikor elérek abban a magasságban, amikor ez a stratégia már nem tartható, és megszalad a pózusom, és visszaáll, és a többi, akkor van egy intervall terhelhetőségem. Uh -huh. Az is szuper, hogyha ha, ha gyorsan tudok mozogni, de ugyanakkor kell, hogy legyen annyi súlytartalékom, hogy reagáljak arra, hogy veszíteni fogok 7-8-10 kilót. Egy normális sportban a felkészülés lezárul, vége a formaidőzítésnek, és mit tudom én, holnap Igen. után lesz a verseny. Itt nehéz megmondani, melyik a verseny, mert az expedíció elindul mondjuk az első napon, és aztán a 3-4-5 napig még... Mindenfélét csinálok ott a helyi városokban, meg a, a, a ládákat, ott tulajdonképpen uh -huh. semmi nem történik. És aztán utána valószínűleg sétálók, trekkingelek az alaptábort közelítem meg x napon keresztül. Ekkor lett már fontos dolgok történnek, mert az aklimatizáció beindul, de a tényleges terhelés az hasonlíthatatlanul kisebb, mint amit az edzés során átéltem. És aztán utána üldögélek az alaptáborba, még mindig várok a szervezetemre, hogy vörösvért termeljen. És aztán jönnek az aklimatizációs körök, amik két-három-négy napos körök, uh -huh. utána mindig visszatérek az alaptáborba, és aztán utána lehet, hogy a, a a formaidézítéshez képest mondjuk egy másfél hónappal később lesz a tényleges verseny Aha. a csúcsmászó köröm. És akkor kéne a maximumot produkálnom. Azért, igen. Tehát, az más. tehát az egésznek a, a, a azt, hogy hogyan sakkozom össze, hogy, hogy milyen élettani stratégiát választok, milyen, milyen felkészülés stratégiát választok, mi az ember hiszek, milyen eszközöket használok. Ez egy nagyon izgalmas terület, és azért mondom, hogy vagy nyugat, mert, mert egyelőre még nagyon eltérő uh -huh. módszerek keringek. Nincs egy ilyen bevett dolog, hogy Pontosan ezt kell csinálnod, hogyha... Ha Nincs egy amit egy 14 éves rásznak oda, hogy van. na figyelj, ezt megcsinálod, akkor így van. 15 év múlva igen. A összes igen, es Igen. Ami biztos, hogy ha ilyen tágabban nézzük, hogy mi, ha az iskolában megkérdezi tőlem, uh hogy -huh. mit kell csinálnom, az, hogy először is biztos, hogy nem tudja még, hogy a tényleg mit jelent az a Himalájába menni. Uh -huh. Ez egy ilyen szép szó, amit hallott valahol a médiában. Azt kell kideríteni, hogy, hogy, hogy őszintén szívből szereti-e a hegyek között való létezést. Szerete sátorba aludni, szerete meredek sziklafalokon felkapaszkodni, szerete, mit tudom én... Uh, zergéket meglesni, ahogy uh -huh. a, a, a sziklákon ugrálnak a, a tábor fölött. Uh, ami azt jelenti, hogy el kell kezdeni túrázni. Ma már el lehet kezdeni hegyet mászni, sziklát mászni, sokan egy is kezdik annélkül, hogy igazi ilyen, ilyen turista hátterük lenne, és ezzel nem lehet mit kezdeni, ez, változnak az idők. Persze. Nekem egy kicsit fáj a szívem, mert az én, 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 én lelkemben, az én fejemben még mindig erősen összekapcsolódik a természetjárás, a, a, a turizmus, a, a, a hegyi turizmus és az alpinizmus. De nincsen semmi baj azzal, hogy a sportmászok nem feltétlenül asznak sátorban, ez, 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 ez oké okay dolog. Ha a nagy hegyek irányába akar valaki elmozdulni, akkor azért érdemes a természetjárással kezdeni, érdemes elmenni a magas tátrába sokat, mert ez a magyar, magyar hegymászás bölcsője, és egyébként is gyönyörű, szép, és rendkívül összetett. Tehát a, ahhoz képest, hogy milyen kis rövidke 26 kilométeres főgerince van, egy nagyon bonyolult hálózatú, gerinc hálózatú hegy, hegyről van szó, amiben nagyon sokféle élményben lehet részünk, igazi magas hegyi élményekben. És aztán utána el kell kezdeni menni az Alpokba. Ha tényleg a technikai mászás felé akar valaki elmozdulni, akkor nagyon ajánlani szoktam neki, hogy, hogy végezzen el tanfolyamokat. Uh -huh. Két okból, egyrészt azért, mert ez egy tud életveszélyes lenni, ez a tevékenység, de az autóvezetés is tud életveszélyes lenni, hogyha rosszul kötöm meg azt a csomót, vagy rosszul csinálok ezt-azt. A tanfolyamok azok tök jó dolgok, mert struktúrált formában szépen átadják ezt a tudást, ráadásul bekerül egy olyan közösségbe, ahol mindenféle hegymászóval megismerkedik óhatatlanul, és itt találkozni fog mászótársakkal, és találkozni fog mentorokkal. Tehát kezdjen el tanfolyamokat csinálni. És honnan, hogy lesz belőle aztán profi mászó? Egyszer csak jön egy szponzor, hogy figyelj, én adok neked egy csomó pénzt, és akkor mászál föl, mert nyilván ezek nem olcsó expedíciók. Tehát azért itt egy főleg egy Everest, vagy egy 8000-es azért az, az, súlyos költség. Vagy kezdjen önerőből, aztán amikor látják, hogy profi, akkor majd lehet kopogtatni esetleg szponzorok ajtaján. Tehát ez hogy? Először is általában utáni szoktam a profi kifejezést. A profitit arra értem, hogy ha aki... úgy hangzik, mintha ha, 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 ha ettől jól másznék. Mert... Nem, abszolút arra gondolok, Nem. tehát hogy ugye van, hogy vagy önköltségen mászik valaki, vagy már ö, finanszírozzák az útját. De természetesen értem, amit kérdeztél. Én egészséges tartom azt, hogyha ha először az ember elmegy mászni, és akkor szépen végigjárja a szamárléteát, elvégzi a tanfolyamokat, stb. stb., és aztán utána, amikor, amikor adódik egy olyan cél, ami valóban értelmes, amit őszintén kommunikálni tud, csúsztatás nélkül. Ö, Hiteles. Hitelesen. Ö, akkor utána azt mondja, hogy hm, vagy van annyi pénzem, hogy ez a szerencsésebb dolog, hogy van annyi pénzem. Ha, ha lenne annyi pénzem, akkor soha nem, nem halanál arra, hogy elmentem mászni. Ö, vagy van annyi pénzem, hogy elmenjek mászni vagy két lehetőség közül választatok, hegyi vezető leszek, amely egy szuper út, uh -huh. előtte és utána nem jár semmilyen kötelezettségekkel. Azt csinálok, amit akarok, nem kell kommunikálnom. Semmi. De a, a, a mászás ideje alatt uh, nem egészen a saját mászásomat valósítom meg. A szép környezetben vagyok, az általam szeretett hegyek között vagyok, uh, mászok azon a hegyen, amit, amit, amit kinéztem magamnak, de mégiscsak az a feladatom, hogy felsegítsek valaki mást a csúcsra. Uh -huh. Ez egyik megoldás arra, hogy pénzt kerítsél, hogyha neked nincsen uh -huh. pénzed. A másik megoldás az, hogyha vannak támogatóid, vannak partnereid, leginkább partnereknek szer szeretem hívni ezeket a szervezeteket, akik akik azt mondják, hogy fú, én hiszek ebbe a dologban, esetleg látok benne marketing értéket, szerintem ez egy izgalmas, érdekes cél, és ezért kiállok. És akkor viszont előtte és utána vannak kötelezettségeid, lehet, hogy ennyi emblémát kell felvarnom, lehet, hogy ennyi előadást kell egy tartanom lehet. Nem nézünk, nem. Nézünk, hát ez így működik. De a hegymászás ide alatt a partner, a szponzor az nem szól bele a döntéseimbe. És ez ez egy nagyon, kitérni, nagyon mert mert fontos dolog már, de... Ez egy nagyon fontos dolog. Az első beszélgetés, amit egy potenciális partnerrel lefolytatunk, az tartalmaznia kell, annak ki kell, ki kell térnie erre a kérdése. És ez, persze nekem is jó, hogyha nem szólnak bele a döntéseimbe, de egyébként neked is, mint partnernek ez előnyös. az első ilyen beszélgetés során a, partnerrel tisztáznunk kell azt, hogy ő nem fog beleszólni a szakmai döntésekbe, és ez egyébként nem csak nekem jó, nekem nyilvánvalóan jó, mert szeretem, hogyha én hozhatom meg a saját döntéseimet. Te vagy a szakember. Mert én vagyok a és ez én, én, én bűröm van a vásáron, de azért is jó, mert a partnernek is jó, mert ha bármilyen összefüggés lehet később találni a között, hogy, hogy én megkaptam-e ezt a támogatást, vagy a támogatásnak mekkora részét kaptam meg, vagy bármi hasonló, uh -huh. és akközött, hogy tovább mentem vagy visszafordultam, akkor az az, az, az az elég súlyos. Volt már olyan, hogy mondjuk ez egy csúny, nagyon csúnya kifejezés, de hogy egy szponzor belekényszerített valakit a halálba, úgyhogy ezt most megmondta, hogy csak akkor lesz kifizetve neked a nem tudom 70-80 millió forintos expedíciót, ha fölérsz a csúcsra? É, jó lenne, ha 70-80 millió forintos expedíciókról beszélünk. Nem beszélünk olcsó expedíciókról, de azért ekkora összegek. Én csak az, nem, olvastam, hogy egy Everest expedíció, amilyen 5-10 fős, az valahogy felhúghat ennyire. Kereskedelmi expedíció. De ja, most ja, most ja, már ja. egyébként egyéni expedíciók is őrült magasságba ja. járnak. A, valamikor nyilatkoztam valahol, hogy mit tudom én, 60 ezer dollár, meg 70 ezer dollár, uh -huh. és a Pintér Laci, aki egy szakúságíró, az felhívott, és mondta, hogy ugye tudod, hogy már nagyságrendekkel nagyobb számokról beszélünk Szerintem. a kereskedelmi expedíciók esetében. Nem tudom, hogy hol jár a, 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 aha, a csúcsa, aha. nem követem. De itt, itt a kereskedelmi expedíció az az, az expedíció, amikor az ügyfelet a, a cég, illetve a cégnek a hegyi vezetői a, a, a serpa uh -huh. származású hegyi vezetői, kötérrögzítői, sátorcipelői, stb. stb. felsegítik sok-sok oxigénnel az adott csúcsa. És ez, ezek a, a ezek a csomagok, ezek valóban elképesztően drágák mostanra. Az a fajta expedíciós hegymászás, amiben alaptábori logisztikát vásárolsz egy cégtől, intézik az engedélyeidet, az alaptáborban van zuhanysátor, van konyhasátor, stb. stb de a hegyen önállóan mozogsz, ez a fajta expedíciós hegymászás ez nagyságrendekkel olcsóbb, Aha. mint a kereskedelmi expedíciók. Egyébként nekem nyilván könnyű dolgom van, mert pont az olcsó fajtába szerettem bele, ezt, ezt tartom etikusnak is, uh -huh. de szerencse is, hogy, hogy ez olcsóbb. Visszatérve a kérdése, velem nem fordult elő, de én nagyon hamar világosá teszem azt, hogy, hogy, hogy a kommunikációba beleszólhatnak, ott is van egy vörös vonal, de a döntésekben nem, a szakmai döntésekben nem. Tehát a két vörös vonal az, 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 hogy a kommunikáció intenzitása az, az, az amit szeretnének. Ha nyereményjátékot szeretnek, nyereményjáték lesz. Ha, ha nem tudom, és ez mind szuper, szeretném, hogyha a partnereim a lehető legtöbbet profitálnák az expedíciónból. De a kommunikáció minden esetben őszinte kell, hogy legyen. Tehát ez az egyik vörös vonal. Ha fáj a hasam, nem fogom azt mondani, hogy tombol a vihar hanem azt mondom, hogy fáj a hasam, hogyha uh -huh. nem tudom, kétségeim merültek föl a, 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 hógerinc biztosíthatóságával szemben, akkor megint csak nem fogom azt mondani, hogy mit tudom én, jöttek az ufók, vagy nem tudom. Tehát nem fogsz olyan csak a nem, cég hanem, renoméja miatt esetleg van. valamit. Uh -huh. Akár a cég, akár a saját renomé miatt nem fogom másképp leírni a helyzetet, mint amilyennek én megélem. Ez egyik vörös vonal. És a másik vörös vonal az, hogy a szakmai döntésekben nem szólnak bele. Viszont nyilvánvalóan egy csomó kötelezettségem lehet az expedíció előtt, alatt és után. Ez a két lehetőséged arra, hogy, arra, hogy, hogy finanszírozd az egyébként általad nem finanszírozható drága expedíciókat. Igen, az igen. egyik a hegyi vezetés, ami nyilván nagyon-nagyon sok tanulással jár. Uh, igazi nemzetközi minősítéssel rendelkező magyar, magyar hegyvezetőnk, ha jól tudom, egyetlen egy darabban. Uh -huh. uh, Hé, Bálint, uh -huh. aki nagyon sokat dolgozott és nagyon sokat beletett azért, hogy ez, ez a minősítése meglegyen. Van néhány másik magyar hegymászó, aki tudom, hogy dolgozik már azon, hogy, hogy ezt a minősítést megszerezze. Uh, és a másik lehetőség az az, hogy, hogy olyan expedíciókat szervezel, amiknek van olyan kommunikációs értéke, hogy, hogy, ezzel ki tudsz állni a nagy világ elé. Ez, most már akkor látjuk azt, hogy hogy tudsz eljutni az álmaidig. Na de azért engem valami megfogta mégis a film, amikor említetted, hogy amikor te ezt kezdted, hogy azért a szocializmusban ez egy tűrt kategóriába esett. És akkor még hát ez nyilván egy nagyon más történet volt, ha valaki akkor akart elkezdeni hegymászni. Miért volt, miért volt szerinted ennyire pária, ha lehet így fogalmazni a hegymászás. Hiszen azért sokszor belegondolunk abba, hogy micsoda nagy dicsőség, hogy a nagy szovjet birodalomnak, hogyha valaki fölmászik erre vagy arra a csúcsa, és akkor ezt lehet kommunikálni, hogy na hát még ezt is megcsináltuk. Úri passziónak tartották, vagy ilyen kulák dolognak, vagy mi volt ennek a, az oka igazából? É, érdemes hozzátenni, hogy én 75-ös vagyok, tehát én nekem bizonyos értelemben szerencsém van, mert a, a szüleim, a Fasizmusban is és a szocializmusban is szenvedtek. Uh -huh. é, én ugyanakkor ugye a szocializmusnak már a, a, a legvégén a poha időszakában voltam. Voltam úttörő táborban, láttam, hogy milyen érdekes dolog, hogy nincsen olyan sokféle választéka a közértben, mint, mint később, uh -huh. amit láttam nyugaton, meg nem tudom micsoda, de én semmilyen hátrányt nem éltem át. Uh -huh. Tehát ez, ez bizonyos értelemben egy privilégizált helyzet, mert aki nálam fiatalabb, az nem látta, nem tudja, hogy miről van szó. Aki meg nálam idősebb, az szenvedett. Úgyhogy ez egy, ez egy kitüntetett helyzet. De ez azt is jelenti, hogy az én 12-13 éves fejemben nem láttam rá igazán jól arra, hogy a, a magyar hegymászás milyen megítélés alá esett. A hatalom szemében. Nekem tipjeim vannak. És Az egyik tippem az, hogy bizonyos országban valóban a, a, a hatalom azt mondta, hogy hm, ez ilyen érdekes, szimbolikus, vagy uh -huh. legalábbis szimbolik, szim, szimbolikával telezúfolható tevékenység, a heroikus hegymászók, a nem tudom micsoda, a Monteveresnél a Csomolongmánál, ugye a kínaiak. Igen. Nagyon nagy jelentőség volt számukra, hogy az északi oldalról ők másszák meg egyet először. Uh, de Magyarországon szerintem inkább összekapcsolódott ezzel az ilyen polgári, uh, természetjárás, Kicsit revizionista, hogy a kárpátok, vagy nem. Ez vagy is ezt, le, ez lehet, a... hogy benne volt, de, de biztos, hogy benne volt az, hogy a, a hegymászó az, az alapvetően uh, egy, egy szabadság szerető ember. Tehát én, én leginkább ezt látom benne. Uh -huh. Tehát a, ha ha egy szót keresel, hogy mi ezen mozgat, ami nagyon nem lenne fel, és valószínűleg részemről teljes torzításhoz vezetne, de akkor mégis a szabadságot mondanám. Hmm. Tehát a szabadságot, amit átélek, annak minden nehézségével együtt, a felelősséggel együtt, a döntésekkel együtt, a bizonytalansággal együtt, stb. De egy szabad akar lenni a hegymászó. És ez, hogy ezek a furcsa emberek messzire el akarnak utazni, elmenni a magas tátrába, elmenni az Alpokba, elmenni a nem tudom, ilyen-olyan hegyek hmm. közé. Hát kicsit ilyen szakadtak is, tehát van egy ilyen kicsit ilyen hobó jellege is mm. a dolognak. Szóval, hogy, hogy ez inkább Magyarországon én azt gondolom, érdekes lehet beszélgetni az idősebb hegymászókkal, de én azt gondolom, hogy Magyarországon ez, ez a, a, a szabadságkereső kicsit ilyen, ilyen alternatív kultúrához közelítő kategóriába esett. És ezért, ezért a hatalom persze megtűrte, de nem, nem, nem lett belőle ilyen nagy nemzeti program. Ez érdekes. Ez egy, és valószínűleg ez talán így is volt. Mik a tervek a következő? Most gondolom télen, ilyenkor véget ér a hegymászó, mert azt tudom, hogy a tátrában ugye október 14-en lezárnak. És egészen igaz, <laughs> bizonyos ösvényeket, bizonyos, le, igen, igen, ösvényeket igen, igen, lezárnak, igen. és a hegymászás, a hegyi sportmászás, hogy megint csak előhozom ezt a nehézkes <laughs> és egyáltalán nem gördülékenyen kimondható. Nehezen tanulom én, <laughs> és igen. Tehát A hegyi sportmászás azért szuper dolog, mert mindenféle életkorban, mindenféle helyen, földrajzi helyen és mindenféle terepen lehet űzni. Uh, amikor véget ér mondjuk most, most a még bőven bennemünk az alpes szezonban, a magas tátrában az ősz a legszebb és legstabilabb mászó szezon, de egy idő után azért persze majd jön a kapuzárás, és akkor van egy időszak, ami, ami még nem jeges, és, és, és már túl csapadékos, és hideg, stb. Super, akkor lehet mesterséges mászni. Nem akarom elmagyarázni alaposan, de az az, amikor kis kampókat akaszgatsz a pikkelyekre, meg ékeket feszegetsz a repedésekbe, és ezekbe beleterhelsz, Aha. és lassú, keserves munkával mászol. Hm. Ez egy nagyon jó időszak erre vagy lehet termjegyzéseket végezni, és közben nézed, hogy hogy híznak a jegek, mondjuk a magas tátrában, vagy az Alpokban, vagy bárhol máshol a környéken. És már lehet is a gleccserekre menni. És akkor lehet menni nem a gleccserekre, hanem a jégfalakra, így, akkor jön a vízjégmászó szezon. És egész télen lehet víziéget mászni, lehet téli alpinizmust művelni, amikor vegyes terepen sziklán és jégen haladsz, vagy sziklán és havas sziklán haladsz fölfelé, a magas tátrában például fantasztikus vannak télen is különösen a lengyel tátrában, de a szlovák oldalon is vannak nagyon jó téli mászó útvonalak, és aztán utána várod, hogy mikor tavaszodik, közben jönnek a termiedzések, a műfal, mikor manapság lényegében nincsen kiadás egyébként a természetes sziklán sem, tehát a hazai természetes sziklamászó helyeken, a nyáron leolvadnál a falról, tudom én a Balaton felvidéki Igen. helyeken, meg, a hasonló helyeken, ott télen nagyon jól lehet mászni száraz időben. Hm. És aztán ilyen a tavasz, a sziklamászás, ha van expedíciós célod, akkor eldöntötted, hogy tavasszal, nyáron vagy ősszel fogsz menni. Neked most van expedíciós célod? Nincsen még kimondott expedíciós célom, de egyébként vannak, vannak, vannak elképzeléseim. Én, én azt gondolom, hogy szívesen mennék vissza a Hindukus hegységbe, mert hmm. nagyon belesze már beleszerettem annak idén 98-ban is, de most újra beleszerettem ebbe a vidékbe, és itt, itt rengeteg uh, felfedezni való, rengeteg kaland vár. Uh -huh. Dávid, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Nektek pedig köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok, reméljük, hogy tetszett a felvétel, és ti is elkezdtek túrázni és a természettel hasonló kapcsolatba kerülni, mint Dávid is. És találkozunk egy hét múlva, ne felejtsetek el feliratkozni, és nézzétek addig a csatorna többi tartalmait, valamint itt ezt a videót, hogyha kifejezetten esetleg a hegymászással, vagy ezzel a világgal kapcsolatos videók érdekelnek. Sziasztok!